Hölgyeim és uraim, Jazz Akusztik az M2 Petőfi TV-n. Színpadon a rockgitáros és a folkhegedűs, egy magyar-latin produkció, a Latin Varázs. We'll be right back.
Nagyon szépen köszönjük, és hát bemutatkoznánk, mi vagyunk a Latin Varázs, egyrészt egy szép jó estét kívánunk mindenkinek, mi vagyunk a Latin Varázs, és itt a mellettem ülő úriembert úgy hívják, hogy Szűcs Antal Gábor, ha valaki nem ismerné, de nem hiszem, hogy ebben az országban... A mellettem lévő úriembert úgy hívják, hogy Gábor Péter. Nem fejeztem be, ne haragudj. Tehát nem hiszem, hogy az országban van olyan, aki őt ne ismerné, hiszen Hungária együttes, Skorpió, Dinamit, és lehetne még sorolni. Mai napig nem csak a Latin Varázsban dolgozunk együtt, hanem az Attila Fejei Társulatban is. Gál Péter, aki a Kormorán együttesnek volt alapító tagja, mindenfelé játszott, együtt játszunk a mai napig a Attila Fejei Társulatban, Kalapács Akusztikában, meg mindenfelé, és itt is együtt fogunk ma este játszani. Hozzátenném, el szoktam mondani, hogy ő konzervatóriumot végzett Milánóban. Is. Ami a 8. kerületben van, azt hiszem. Én meg végeztem a Zeneakadémián apró munkákat. Tehát zenek, ja igen, apró munkákat, tehát takarított, meg sepregetett, meg ilyesmit. Is. Koncert alatt mi nem igazán fogunk beszélni, hiszen legyen a zenéje a szó. Bemondhatnánk nóta címeket, de én azt gondolom semmi értelme nincs, mert ezek ilyen fantáziá címek. Énekelni egyelőre nem fogunk, ha majd fogunk, akkor úgyis időben ezt jelezzük. Érezzétek jól magatokat, és legyen szó a zenéjé.
a volt barátom.
és szeretnék bejelenteni vendéget, nagyon jó barátom, kortárs, Zselenc Zsöci, ő az Eddának a régi basszusgitárosa volt. Zsöcikém. Nem jön egyedül, mert én viszont három fiatalembert szeretnék behívni a színpadra. Ők azt kell tudni, hogy nagyon jó barátok, és nekem is nagyon jó barátaim. Legalábbis én ezt gondolom, aztán idők elmondják, hogy mi az igazság. A együttes neve, hogy Triász, ez több éve dolgozik, nem is tudom pontosan, 5-6 éve talán. Én két lemezükön dolgoztam, szerencsére, hál' Istennek, nem tudom, hogy kell ezt mondani. Kétszer turnéztunk közösen az Egyesült Államokban, és nagyon sok koncertet csináltunk együtt itt Magyarországon, és hadd szólott színpadra Jankai Bélát, Kálmán Gyurit és Sipos Péter. Egy olyan utat szeretnénk eljátszani, ami 40 évvel ezelőtt született Miskolcon, és kedves barátaim segítségével. Köszönöm. László!
Köszönjük szépen, és mi a Triásszal és hát a fiúkkal együtt szeretnénk egy Cserháti Zsuzsa feldolgozást eljátszani. Fogadjátok sok szeretettel, dal címe Elfelejtett dal. Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép. Míg csak élnem kell, sose lesz másképp. Ugyanaz a fájdalom, ugyanaz az érzés, az a búcsúszó, amivel elmész. Nem számít, hogy hány év, messzeség, az a perc ma sem múlt el még. Teli voltunk élettel, szabad volt a szívünk, és én úgy hittem, sose kell félnünk. Hova lett a boldogság, hova a sok álom, s ami nincsen már, miért kell, hogy fájjon? Nem számít, hogy hány év, messzeség, az a perc ma sem múlt el még. Itt az éjjel és te nem vagy már velem, fogd a két kezem, úgy, mint régen, és a hívlak tudom, senki nem felel. Csak egy elfelejtett dal sír a szélben. Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép. Míg csak élnem kell, sose lesz másképp. Nem számít, hogy hány év, messzeség, az a perc ma sem múlt el még. Itt az éjjel és te nem vagy már velem, hogy fogd a két kezem, úgy, mint régen, és a hívlak tudom, senki nem felel. Csak egy elfelejtett dal sír a szél. Kívánok egy picit pihenni, ígérem, hogy vissza fognak jönni és segíteni fognak nekik még. És a következő dal, amit eljátszunk, azt nagyon messziről hoztuk Amerikából. Nagyon sokat turnézunk ott, idén is várhatóan megyünk. És hát ez a dal egy nagyon híres dal, meg fogjátok ismerni, ezért nem is mondom be a címét. Thank you.
És hát az utolsó számra vendégeinket vissza szeretném hívni a színpadra. Remélem, jól éreztétek magatokat, és további szép jó estét kívánok nektek. Szervusztok! Sok-sok csodát, elmegyünk.